Nem juthat a jégkorongersztelig a felsőházába a Gyergyói Hoki Klub, amely az év első mérkőzésein az Újpestet hosszabbításban legyőzte, de a vasastól kikapott. A 2020-as esztendő első mérkőzését az Újpest otthonában játszotta a Gyergyó Szent Miklósi csapat. Jól indult a mérkőzés a piros-fehéreknek, sikerült megszerezni a vezetést, sőt két gólos előre is szertettek. A harmadik harmad elején azonban egyenlíteni tudott az Újpest, végül büntetők döntötték el a mérkőzés kimenetelét, és ebben a Hoki Klub bizonyult jobbnak. A vasas elleni meccsen az első két harmad gól nélkül telt el. A harmadik játék részben emberelőnybe került a gyergyói csapat, de ahelyett, hogy ezt kihasználták volna, az ellenfél szerzett vezetést majd kettőre növelte az előnyt. Újabb emberelőnyös helyzetben szépíteni tudtak a gyergyóiak, majd két perccel a rendes játékidő vége előtt ismét emberelőnybe kerültek a piros-fehérek. A kapust is lehívták. 6-4 ellen küzdöttek az egyenlítésért. Nem jártak sikerrel, sőt, a vasas üres kapus góllal állította be a 3-1-es végeredményt.